Oltyán Csongor maradt a MIRT elnöke. Az ittas vezetésen ért MIRT elnök és kollégái úgy lettek, folytatni kell az elkezdett munkát. Miért tetteszünk jelszóval tartott a szombaton tisztújító küldöttgyűlését a Magyar Ifjúsági Értekezlet Marosvásárhelyen. A területi szervezetek képviselői Oltyán Csongort bízták meg a MIRT elnöki tisztségének betöltésével a következő 2 évre. Oltyán Csongor elmondta, bár tisztában volt azzal, hogy személyét illetően van támadási felület, hosszas mérlegelés után úgy döntött, újra megpályázza a tisztséget. Mit ismert, Oltyán Csongort júniusban ittas vezetésen értéktetten a rendőrök, ezért lemondott az ifjúsági és sportminisztérium ifjúsági államtitkári tisztségéről. Elmondta, MIRT-es kollégáival egyeztetve arra jutottak, folytatni kell a 2 évvel ezelőtt elkezdett munkát, a járvány miatt ugyanis több elképzelést nem tudtak megvalósítani. A következő 7 év ezeknek a bepótlásáról fog szólni, illetve új programoknak a megszervezése. Elsősorban a fiatalok munkavállalása, olyan projektek szervezése, Erasmus projekteken keresztül, amelyek segítik a fiataloknak az itthon maradását, és akár a továbbtanulását külföldi Erasmusos lehetőségek segítségével. A küldöttgyűlésen elfogadott határozat értelmében a MIRT a következő 2 évben részt vesz az RMDS családtámogatási programjában, javaslatokat fogalmaz meg a szakoktatás megreformálásával kapcsolatban, akárcsak a fiatalok átképzése és foglalkoztatása vonatkozásában. Oltyán Csongor szerint legfontosabb javaslatuk a kormányzati program segítségével valósulhat meg, hiszen inkubátorházak kialakítására vonatkozik kisvárosokban.